Szép estét kívánok, köszöntöm az Esti Mérleg nézőit. Mai témánk az eredetvédelem. Idén is folytatódik a Földművelősügyi Szaktárca eredetvédelmi fórum sorozata. Erről itt egyébként már beszámoltunk a tavalyi eseményekről. A szaktárca eredetvédelmi programjának célja az uniós eredetvédelmi oltalom iránt bejelentett termékek számának növelése és a meglévő földrajzi árujelzőkben lévő lehetőségek jobb kihasználása. Vendégeim Gál Péter, a szaktárca eredetvédelemért felelős helyettes államtitkár. Jó estét kívánok! Tisztelettel köszöntöm, és Molnár Krisztián, a Fejér megyei közgyűlés elnöke. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! 2015, ez egy nagyon fontos dátum, akkor indított el a minisztérium az eredetvédelmi programot. Ez egy fontos lépcső. Igen, ez annak a jele, hogy Magyarországon is átlátjuk annak a fontosságát, hogy éljünk az EU közös agrárpolitikájának a minőségi dimenziójával, ugyanis 1992-ben a KAP egyik jelentős reformja során döntött úgy az EU, hogy a mennyiségről inkább a minőség felé próbálja orientálni az európai mezőgazdaságot, és ennek az egyik eszköze a földrajzi árujelző oltalom, ami tulajdonképpen a termékeknek a földrajzi eredetüknél fogva történő megkülönböztetését jelenti. Rendkívül fontos, hogy azok a célkitűzések, amelyeket önök meghatározták folyamatosan, tehát nem egyik napról a másikra, tehát ívet ad a történetnek, hogy lépcsőfokonként próbálták ezt megvalósítani. Hát jelentem, sikerült, hiszen Fejér megyében remek úton halad ez a munka. Így van. Én egy kicsit korábbra mennék vissza. Mi 2011-ben kezdtük meg azt a munkát, amely azt gondolom, hogy megalapozza a mostani eredményeinket. Elődöm Varga Tamás közgyűlési elnök úr, most Székesfehérvár országgyűlési képviselője indította el a Fehér Termék programot, amely már akkor azt a célt szolgálta, hogy a helyi gazdálkodók, őstermelők, gazdák, kisebb vállalkozók termékeit, a tényleg minőségi termékeket Fejér megyében felkutassa, és segítse azokat a piacra juttatni, vagy a kereskedelmi szférával összehozni. Ezt követően nagy lökést adott a 2012. évi magyar nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló törvény, amely a hivatalos keretet megadta a mi munkánknak, és ezután nem sokkal 2013-ban immáron Törő Gábor mostani országgyűlési képviselő úr, akkori közgyűlési elnök úr vezetésével létre is hoztuk a megyei értéktárat, és hivatalosan elkezdtük a megyei értékek gyűjtését, köztük természetesen a mezőgazdasági termékeket, és azokat a kiskereskedelmi termékeket, amelyek most adott esetben az eredetiség megírás kapcsán szóba kerülhetnek. Még egy fontos lépést emelnék ki a 2014. évet, ekkor a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumnak köszönhetően egy jelentős forrást, 10 millió forintot nyert a Fejér megyei önkormányzat pályázat útján, és ez a forrás megalapozta a megyei értékgyűjtő munka szervezette formában történő végzését, kiadványok létrehozását, digitális adatgyűjtést. Természetesen mi magunk is hozzátesszük ezekhez, ami rajtunk múlik. Mi ugye a terület és településfejlesztési operatív program megyei forrásaért vagyunk felelősek. Ezen forráson belül is jelentős tételeket fordítottunk a mai témánkhoz kapcsolódóan. Többek között kimondottan helyi termelői piacok létrehozására a megyében több mint 840 millió forintot ítéltünk oda a településeknek. Ebből Adonyban, Alapon, Sukoron, Iváncsán, Kőszárhegyen és Kálozon 60-70 millió forint értékben épülhetnek helyi termelői piacok, míg nagyobb pályázatok is vannak, például Mór és Bicske esetében 230-240 millió forint áll rendelkezésre helyi termelői piac létrehozására, és a megyei foglalkoztatási paktumba is jelentős tételeket fordítottunk a megyekorzók működtetésére, tartására, és magának a Fejér megyei értékeknek, mint védjegynek az összegyűjtésére, rendszerezésére és egy kataszter létrehozására. Nagyon fontos, amit mondott, Fejér megye jó úton jár. Ugyanakkor határozzuk meg, hiszen a tradíció úgy szól, hogy régi szokás ez, hogy az ételeket, különböző termékeket jelző szerkezettel ruházzuk fel, ha úgy tetszik, tehát tudjuk, hogy milyen a csabai, a gyulai, és így tovább. Miért fontos ez? Ugye az élelmiszerek azok nem a hűtőben teremnek, ezt gyakran szoktuk most így a legfiatalabb generációval is megismertetni, hanem ugye a földeken termelik meg.
És ezért az élelmiszereknek és a mezőgazdasági termékeknek nagyon szoros kapcsolatuk lehet azzal a földrajzi területtel, ahonnan származnak. Ugye ez azért lehetőségről beszélünk, mert nem minden esetben van ez így, de hogyha egy adott vidéken nagy hagyománya van egy-egy termék előállításának, akkor ezzel a hagyománnyal egy sajátos termési kultúra kialakulása is jár, egy olyan ismeretnek, olyan tudásnak a kialakulása, ami apáról fiúra száll, és ezáltal is elősegíti a terméknek a jobbá, magasabb minőségi vételét. Ráadásul, ami hogyha egy termék sok évtizede, évszázada egy helyen megvan, akkor nagyjából biztos, hogy ott nem véletlenül foglalkoznak azzal, tehát az adott földrajzi hely az alkalmas, sőt kiválóan alkalmas annak a terméknek az előállítására. És ez az a kapcsolat, amit az EU-nak a minőségpolitikája megragad, és ezt a kapcsolatot helyezi a marketingnek a középpontjába. Ezáltal a földrajzi származás egy megkülönböztető tényezővé válik a piaci versenyben, tehát a termékeinket ugye versenyben nagyon sok mindennel meg lehet különböztetni. Meg lehet különböztetni az árral, meg lehet különböztetni valami divatos márkanévvel, de ami biztos, hogy nem vihető el, és biztos, hogy más nem tud például alánk ígérni a versenyben, az a földrajzi eredet. Ugyanis az itt van, azt nem lehet elvinni, az a miénk. Hát igen, és a jóbornak igenis kell cégért, tehát ne higgyünk a közmondásnak. Határozzuk meg a termékek körét, hiszen itt nem csak mezőgazdasági termékekről van szó, hanem sok egyéb másról is. Igen, az eredetvédelem története az a borokkal kezdődött, akárcsak hogyha Magyarországot nézzük, a 18. század óta, a 18. században már körülhatárolták a tokai borvidéket, és már akkor zárt borvidék lett, de később ez más termékpályákon is megjelent, például a szeszes italoknál, és az tágabban vett mezőgazdasági termékeknél és élelmiszereknél. Ugye Fejér megyében kettő borvidék is található, egyrészt a Móri borvidék, másrészt az Etyek-Budai borvidéknek kettő körzete is, a Velencei-tavai körzet és az Etyeki körzet. Úgyhogy itt már az eredetvédelemnek vannak nagyon fontos bástyái. Ugyanakkor ne feledjük, hogy az eredetvédelem kitér a kulturális örökségre is. Egy Fejér megyében, amikor megnéztük azt a listát, nagyon sok olyan hely, építmény, szokás, hagyomány van, amelyet szintén beemeltek ebbe a programba. Valójában így történt. A 2011. év óta, az indulás óta azt a hármas jelszót tűztük ki célul, hogy hagyomány, érték, minőség, és ezek alapján válogatjuk a megyei értékeinket. Azt gondolom, hogy a megyei értékeink a kulturális örökségünk részét képezik, és mi nem csak a mezőgazdasági élelmiszerekre, az agrártermékekre vonatkozóan végzünk értékgyűjtést, hanem minden olyan jellegű alkotásra a mezőgazdaságon túl is, ami szellemi, épített környezeti örökségként, akár nemzeti, nemzetiségi örökségként az utókor számára véleményünk szerint megőrzendő. Éppen ebből is alakult ki, hogy a jelenleg már nyilvántartásba vett 41 értékünk, az tényleg nagyon széles palettából származik. Az alapi ugrós kanásztáncról indulóan egészen a 48-as szabadságharc színhelyéig, vagy egy bicskei fehér hímzésig, természetesen a székesfehérvári jancsárkert termelői piac, mint agrártermék és helyi termék szintén megtalálható az értéktárunkban, de a bodajki kegyhely templomtól kezdve a sukorói szabadságharc első győztes csatáját megelőző haditanás székhelyéig, a református templomig, a pusztaszabolcsi parokkorgonáig, tehát ténylegesen nagyon-nagyon tág a kör, az a közös bennük, hogy olyan megyei értékek, amelyek mindenképp összegyűjtésre, megőrzésre szükségesek, méltóak véleményünk szerint, és az az álláspontunk, hogy ezek közül bármelyik adott esetben megérdemli azt, hogy országos ungarikum értéktárba is bekerülhessen. Ez kiemelten fontos, jó csapatot gyűjtött maga köré, hiszen ez a felsorolás önmagáért beszél. Esség szó arról, hogy ugye tudjuk, hogy szemérmes a magyar néha bizony. Hogyan végzik a kutató munkát, hogy rábukkanjanak olyan értékekre, amelyek aztán később az eredetvédelmi programba bekerülhetnek?
A Hungarikum értékpiramis az számunkra egy nagyon-nagyon fontos fogódzó, nem az egyetlen egy, de nagyon fontos fogódzó. Például a megyei értéktárak jelentenek egy jó kiindulási pontot. Ezen kívül a hagyományok, ízek, régiók programban szereplő termékek, illetve azért is hirdettük meg tavaly, és kezdtünk bele tavaly ebbe az eredetvédelmi országjárásba, hogy esetleg amiről nem tudunk, mert könnyen lehet, hogy nem jut el a híre hozzánk, azokkal a termelőknek, azoknak a termelőknek is felkeltsük az érdeklődését, akik egyébként hagyományos terméket állítanak elő, de valamiért még nem országos hírű. És hogy ezáltal, hogy elmegyünk helybe, talán könnyebben fel tudjuk venni a kapcsolatot. Ugye az ismertség a fenntartható fejlődés záloga egyik oldalról, viszont miként tudnak szakmai segítséget nyújtani, kérdezem mindkettőjüktől, a marketing tevékenységben, hiszen hiába valami nagyszerű, ha én nem tudom, hogy az micsoda, akkor bizony nem fogom megvásárolni és nem fogom megismerni. Igen, a mi munkánk során is ez jelenti az egyik legnagyobb kihívást. Méghozzá a marketing alapjainál kezdjük a munkát, hogy a marketing mix egyik eleme a termék, a legfontosabb eleme. És a mi munkánk az arról szól, hogy definiáljuk ezeket a megnevezéseket, tehát meghatározzuk nyilván a termelőkkel közösen, sőt inkább a termelők végzik ezt a munkát, mi csak segítünk nekik. Meghatározzuk azokat a feltételeket, szabályokat, amik egy-egy földrajzi árujelző viseléséhez, használatához kapcsolódnak, és ezek sokszor nagyon komoly fejtörést okoznak a gazdáknak, mert azt tapasztalom, hogy nem mindig tudatos ezeknek a földrajzi neveknek a használata. Tehát amikor meghatározzák a névhasználati szabályt, akkor egyszerre kell nagyon rugalmasnak lenni, hogy beleférjen a termékük, de egyszerre kell szigorúnak is lenni, hogy meglegyen az a megkülönböztető erő, ami a földrajzi árujelzős terméket megkülönbözteti a többi nem földrajzi árujelzős terméktől. Hasonlóan látom én is. Nagyon fontosnak tartom az olyan rendezvényeket, mint akár a jövő heti rendezvényünk is, ahol ténylegesen tágabb kört ismertethetünk meg a témával. Emellett pedig nagy hangsúlyt próbálunk mi is helyezni, mint a nyilvánosság oldalára, mint pedig a lakosok tudatformálására, hiszen korábban azt láttuk, hogy a vásárlók a legolcsóbb és a legegyszerűbb terméket vették le mindig, főként a multiknak a polcáról. Ehhez természetesen az is hozzájárult, hogy gazdaságilag, anyagilag is rosszabb helyzetben voltak a családok átlagosan, mint akár napjainkban. Viszont egy jelentős elmozdulást látunk, és látjuk azt, hogy keresik a vevők a minőségi termékeket, és a minőségi termékek közül is a helyben előállított termékeket. Ez számunkra nagyon fontos magyar nemzeti termék, és lehetőség szerint Fejér megyei termék. Ezen a nyilvánosságon túl én még egy fontos szempontot emelnék ki, az ellenőrzés kérdéskörét. Ha már lefektettük a pontos feltételeit, hogy adott esetben egy terméket, egy adott megnevezést milyen feltételek alapján adhatunk ki egy termelőnek, egy gazdálkodónak, akkor ezt ellenőrizni is kell, és ezeket a fontos értékszempontokat be kell tartatni, hiszen egy egyszerű példát mondok, mindannyian hallottuk azt, hogy cecei dinnye, vagy akár cecei paprika, valójában minőségi és országosan minőségi termékekről van szó, ugyanakkor látjuk azt, hogy egyesek próbálnak leleményesen gazdálkodni, és cecén is van olyan árus az út mellett, aki a nagybaniról hozza a dinnyét, és van olyan paprika, amely adott esetben kínai származású, de ezeket kell, ez a legfőbb feladatunk az elkövetkező időszakban, hogy kiválogatni és ténylegesen a helyi termékeket, a minőségi termékeket a piacra juttatni. Kiemelten fontos az uniós piac. Egy rendkívüli kihívás az uniós piacra betörni, bármi kiváló is a termék, hiszen nagyon tudjuk, hogy milyen sok színű. Mit tehet az eredetvédelmi program a gazdák érdekében ezért? Igen, ez azért egy fontos kihívás, mert az uniós piac itt van, tehát a negatívumokat azokat akkor is érezzük, hogyha nem lépünk ki, viszont át betörni más országok piacára pedig nagyon nehéz. Az alatt, amikor azt mondom, hogy a negatívunkat könnyen érezni, azt értem, hogy az árverseny az nem áll meg a határoknál. Tehát, hogyha valaki például csak dinnyét keres, akkor bemegy egy áruházba, és valószínűleg a legolcsóbbat fogja kiválasztani. Mi abban nyújtunk segítséget a termelőknek, hogy
hogy ne csak dinnyét keressenek a vevők, hanem például cecei dinnyét keressenek. És hogyha cecei dinnyét keresnek, akkor kisebb eséllyel fogják a nem ceceit megvásárolni, hiszen nem tökéletesen helyettesítője az egyik a másiknak. És hogyha már cecei dinnyét keresnek, akkor magasabb áron is lehet értékesíteni a fogyasztók részére a cecei dinnyét, hiszen van egy értéke, lesz egy értéke ennek a névnek a piacon. Nagyon fontos kérdés. Az is, hogy miként lehet a minőséget megőrizni. Mennyiben segít például Fejér megyében a Fejér termékprogram és a megyekorzó program abban, hogy valóban csak azok a termékek kerülhessenek ki a vásárlók elé, hiszen a jó minőség és a vásárlási kedv az kézzel fogva jár. Ebben azt hiszem, hogy... Szerintem mindenképp segíti. A kezdetektől fogva szigorúan vizsgáljuk a helyi termelőket, a helyi kereskedőket. Nagyon fontos eredménynek tartom, hogy itt már több mint 270 olyan kistermelővel állunk kapcsolatban, akik rendszeresen megfordulnak a rendezvényeinken, a korzóinkon, vagy a nagyobb megye rendezvényeken. Itt a mézelőállítótól a tej, a túró, a kézműves sajtokig, az egyéb mezőgazdasági termékekig, a kalácsig, a savanyúságig nagyon széles a paletta. Már ismert és megbízható kereskedőkről van szó. Mi nekik nyilvánosságot tudunk biztosítani a rendezvényeinken, illetve hátteret. Ezt olyan módon tesszük, hogy például a megyekorzókon, a megyeháza körül, de adott esetben egy adventi időszakon is ingyen és bérmentve helyet biztosítunk nekik, sőt standokat is állítunk fel, ahova jöhetnek árusítani, de ugyanez fog például történni az ezévi megyenapunkon, amelynek most székhelye szépen Székesfehérvár lesz április 6-án, itt a megyeháza előtt szintén meg fognak jelenni a fehér termék kereskedők, és tudják értékesíteni a termékeiket. Mi is nagyon odafigyelünk rá, hogy ténylegesen a tőlük megszokott minőség érkezzék, és a vásárlók is odafigyelnek rá, hiszen szerencsés módon már visszajáró vásárlók vannak, akik keresik ezeket a termékeket, és ez a legjobb visszajelzés számunkra is. Igen, hát ez egy ünnep, sok-sok ünnep, de mi mindent kell tenni a hétköznapokon, hogy sok ünnepünk lehessen. Például akik eddig még ebben az eredetvédelmi programban nem vettek részt, azokat hogyan lehet meggyőzni egyik oldalról, másik oldalról pedig mennyire népszerű ez a program önmagában Magyarországon? A népszerűséget az nehéz mérni ebben az esetben, hiszen mi elsősorban a termelőkkel foglalkozunk, illetve a szabályrendszernek a kialakításán dolgozunk, de annak érdekében, hogy ezek az információk eljussanak a tágabb közönség, fogyasztóközönség felé is, létrehoztunk egy fogyasztói honlapot, eredetvédelem.gov.hu címen lehet megtalálni az összes lényeges információt a védett eredetű termékekről. Alapvetően azok a termelők találnak meg minket, vagy mi azokat találjuk meg, ahol valamiféle minőségi többlet van az általuk termelt termékekben, és ez a minőségi többlet a földrajzi helyhez köthető. És itt gyakorlatilag, ha még nem is ismerjük egymást, az első megbeszélés után már látható, hogy nagyon közös nyelvet beszélünk, hiszen az ő részükről gyakran van egy igény arra, hogy hogy megvédjék a földrajzi nevet a sinányabb terméket, kvázi a hamisítóktól, vagy hát ebben az esetben nem mindig beszéltünk hamisítókkal, de mondjuk azoktól, akik az olcsóbb terméküknek az értékesítésére használják fel a földrajzi nevet. Mi pedig ugye azon dolgozunk, hogy minél több nevet oltalmá helyezzünk, tehát az érdekünk az közös. Ugyanakkor agrárpolitikai és vidékfejlesztési program összefüggésében is nagyon fontos ez. Ugye azt nagyon jól tudjuk, hogy mi a mezőföld szívében élünk, tehát itt ez abszolút kiemelt program. Viszont ez Magyarország egészére is vonatkozik, hiszen nincs olyan tájék Magyarországon, ahol valami, tehát hangsúlyozom, hogy valami nagyon is idézőjelben ne lenne, ami kiemelt figyelmet érdemel. Lehet-e megtalálni az eltitkolt, vagy éppenséggel eddig fel nem fedezett csodákat? Ezen dolgozunk. Sok esetben még a borászatban is van olyan terület, amely nagyon egyedi terméket képes adni, és még a neve az nem élvez eredetvédelmet, de különösen a szeszes italoknál, regionális pálinkáknál, tehát egy-egy vidéknek
a jellemző gyümölcséből készült pálinkáknak a levédésén dolgozunk komoly erőkkel, ezáltal lesz teljesebb Magyarország pálinka térképe, illetve hát a legtöbb esetben zöldségeknél, gyümölcsöknél van olyan, ami még nincsen felfedezve. Ja, röviden már beszéltünk arról a csapatról, amelyet maga köré gyűjtött elnök úr. Ez az értéktárprogram folyamatosan fejlődik és bővül, de mi mindent tesznek azért, hiszen most körülbelül 40 Fejér megyei érték megyei van. Értéktárban immáron 41 értékünk van. Ez nem azt jelenti, hogy nem lehetne sokkal több, de az első pillanattól kezdve mi a minőségre és nem a mennyiségre helyeztük a hangsúlyt, és azt kértük a bizottság szakértő tagjaitól is, hogy igen szigorúan bírálják el a településekről bejött igényeket. A legfőbb, amit teszünk, az a helyi emberekkel és a helyi polgármesterekkel, a helyi képviselőtestületekkel a kapcsolattartás, illetőleg az ő munkájuknak az elindítása, sarkallása. Nagy eredménynek tartom, hogy már a Fejér megye településének, a 108 településnek jóval több mint egyharmadában szintén működik helyi értéktár, és gyűjtik a helyi értékeket. A helyi értékeknek a száma immáron közel 200-as nagyságrendű. Ezekből tudunk mi is megyei értékeket választani, és ezek alapján az a piramisos rendszer fel tud épülni, amit államtitkár úr is mondott. A legfőbb teendőnk az a helyi értékeknek a további gyűjtésének a segítése. Ehhez mi is pályázati forrást biztosítottunk a településeknek, folyamatosan egyeztetünk kint, kihelyezett bizottságüléseket tartunk a településeken. Természetesen a települések etéren való munkássága is eléggé eltér egymástól. Vannak olyan települések, ahol akik nagyon aktívak és nap mint nap érkeznek javaslatok, egyébként nem is rossz javaslatok. És a legnagyobb feladatunk az azon településeken a munka elindítása, akik még vagy nem alkották meg a helyi értéktárat, és nem kezdték el a helyi értékeik gyűjtését, vagy megalkották, de véleményünk szerint nem kellő figyelmet és energiát fordítanak erre. Az elkövetkező időszakban mi ezekre a településekre szeretnénk még aktívabban eljutni. Nos, aki Székelyföldön jár, az minden bizonnyal tudja, hogy van egy nagy táblájuk, amin az szerepel, hogy helyitől veszem, helyit eszem, helyitől veszem, mert helyén az eszem. Én azt gondolom, hogy ez az értéktár program nyilván ennél sokkal bővebben, de tartalmazza mindazt, amit egy eredetvédelmi programnak országosan szinten is tartalmaznia kell, és én azt gondolom, hogy attól népszerű és attól fontos nekünk, fogyasztóknak és mindazoknak, akik ezzel foglalkoznak. Köszönöm szépen, hogy megtiszteltek, és ígérem kedves nézőink önöknek is, hogy a 28-ai eredetvédelmi találkozóról itt Székesfehérvárról beszámolunk a Fehérvár Médiacentrum valamennyi felületén. Köszönöm szépen a megtisztelőt. Köszönjük szépen a lehetőséget. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk legközelebb ugyanebben az időpontban. Viszontlátásra!